give us a bit of food and you're not going to get it. Auto! Auto, what are you doing? Auto, what are you doing? I'm going to get it. I'm going to get it. I'm going to get it. Temesváron szervezték meg idén a Magyar Színházi Szövetség egyhetes fesztiválját, Amafestet. A Seregszemle negyedik kiadásán 10 előadást láthatott a közönség, a tragédiától az opera átiratig, a gyermekelőadástól a táncszínházi produkcióig. A temesvári, nagyváradi, székelyudvarhelyi, csíkszeredai és a szatmári magyar társulatok a friss produkciókat mutathatták be. Oroszország és a románok sorsa nem érdekli felségedet. Nem. Úgy jó. Ezzel az csak is a legjobban. A legjobban. Ha a legbölcsebb döntéseket hozzuk. Csak is a legjobban alapulhat minden. Hát, vannak helyzetek Nikolaj Alekszandrics, amikor a legbölcsebb döntések is végzetes fordulatokhoz vezetnek az Istenek akaratából. Mégis nekem további néhány napot. Csak egy-két napocskát is. 100 millió ember fogja nevedet hálás imádba foglalni. Akiket megmentünk attól, amit a 20. évszázad tartogat nekik. Főleg az első fel. Kevés idő van, Rasputin. Én indulót komponálok. Indulót? Igen. Győzelmi indulót. No hát arra nem lesz szükség. Hogyan? Kissé nagyobb hallom. Ja, igen, igen, katonáink erre az indulóra fognak bemasírozni Párizsba! Londonba! Belgrádba! És sajnálom, Szentpétervárra! Magától értetődő volt, hogy az idei Mafest Temesváron szerveződjön meg? Természetesen magától értetődő volt, függetlenül attól, hogy még nem kezdődött el a kulturális főváros megnyitóján, még ugye innen vagyunk, de szerintem benne vagyunk az évben, és természetesen ez nagyban hozzájárult a kulturális főváros eseményeihez. Milyen kritériumok alapján válogatták össze a darabokat? A kritérium az volt, hogy legyen valamiféle erdélyi kötöttsége a darabnak, vagy az előadásnak, vagy a szerzőknek, és ezek alapján jött össze az egész műsor. Valamit azért előrevetítte a Mafest az idei teszt programjából, vagy hangulatából? A hangulatából természetesen valami ilyesmi lesz a teszt is, csak szorozzuk be 10-zel. Lehetett tudni az idei tesztről apropó valamit, esetleg kik lesznek a visszatérő vendégek, kik lesznek újak? Természetesen lesznek visszatérő vendégek, lesznek újak is, lesz sok-sok meglepetés. Most jelen pillanatban a válogatás folyamata tart, és körülbelül a 180 jelenkezőből 50-re szűkítettünk, és további szűkítések következnek ahhoz, hogy még a visszatérők, még az újak, még sok minden beleférjen, de izgalmas teszt várható az idén is. Nem szeretsz? A tiszteletdíjad a fullba megkapod. Fullba szarok a tiszteletdíjamra! Várj, meséld el, mi történt. A Linán szépe a Caravaggio, a párhuzamos város, a pillanatfelvétel, a Rasputin, vagy az Istenes című előadások az Erdélyi Magyar Színházi életből mutattak fel kiváló részleteket. A teátrumok költségvetése, művészi koncepciója, a társulatok összetétele különbözik. Az erdélyi színjátszás néhány sajátossága mégis kirajzolódott a Mafest alatt. Csupa olyan problémával foglalkoznak, amik nagyon aktuálisak, tehát igazán érintenek minket is, akkor is, hogyha Rasputinról szól az előadás, akkor is, ha Caravaggioról szól. Ez az egyik, a másik, hogy
olykor nagyon látványosak, tehát gyönyörűek vizuálisan. Itt ismét a Caravaggiót és a Rasputin tudom elsősorban említeni. Aztán vannak nagyon egyszerű, puritán díszletű előadások is, hát ez nyilván attól függ, hogy éppen mi a funkciója a díszletnek. Gondolatilag nagyon izgalmas, nagyon sokféle kérdést felvető előadások, tehát én azt gondolom, hogy mindenképp azt mutatja, hogy nagyon szoros kapcsolata van a színháznak a jelenünkkel, a valósággal, és ezáltal szerintem a nézőkkel is. Vagy különböznek-e az erdélyi színházak repertoáriai, vagy feldolgozásai, vagy egyetlen látásmódja mondjuk egy magyarországi színházihoz képest? Hát szerintem ezt így nem lehet általánosítani, mert itt most, mit tudom én, például a Lenán szépét játsszák Magyarországon is mindenütt, tehát ez egy annyira sikerdarab, hogy ezt mindenütt játsszák. Ugyanakkor például Rasputinnak itt volt a magyar nyelvű bemutatója Szatmárban, tehát azt nálunk még soha nem játszották. A Caravaggio is egy olyan mű, amit nem is tudom, hogy volt. Hozzáról megjátszották. Na, de azt mondom, Magyarországon nem. Tehát forma nyelvében biztos, hogy picit más, de hát nagyon sokféle a magyarországi színház is. Itt nyilván azért a román színház, gondolom, hogy valamilyen szinten hat, tehát a vizualitásra való törekvés, a mozgalmasabb, mozgásosabb előadások, azok inkább azt hiszem a román színházra hajoznak, tehát nálunk is van ilyesmi is, tehát azt úgy nem érzem, hogy nagyon markáns különbségek volnának. Azt érzem, hogy nagyon koncentrált, nagyon fegyelmezett szép munkák. Tehát, hogy olyat nem láttam, még ha vannak is fenntartásaim egy-egy előadás, olyat nem láttam, ahol bosszankodnék, hogy nincsenek rendben a dolgok. Tehát van, hogy az ember másképp gondol valamit, vagy másként lát dolgokat, de mindenképp nagyon színvonalas volt minden előadás, amit láttam. Ezt, amit mondtál, ezt a házassági dolgot. Igen. Akkor tudnod kell valamiről. Szállam, kérem, hogy ez jó, épségben vagy, életben vagy, itt vagy, együtt vagyunk, csak ezt szállam. Ki mondta meg? Kellett megmondani, tudtam is kész. Gondolja, inkább a lokális, vagy inkább a globális problémákra próbáltak rávilágítani ezek a darabok? Én azt gondolom, hogy a globálisakra. Most vannak persze olyan globális problémák, amik azért szűkebben, mondjuk minket itt Közép-Kelet-Európában, vagy akár Európában érintenek, de olyan problémákkal is, amik abszolút globálisak. Például a Pillanatfelvétel című darab, ami egy amerikai mű, hát az olyan kérdéseket feszeget, amik bárhol a világon fontosak. Az első világháborúval foglalkozó problémák, például aminek azért elég markáns következményei vannak a történelmünkben, Európa történelmében, hát az nyilván
Az is globális probléma, de hát európai globális probléma, azt gondolom, tehát nem csak minket érint, akár itteni magyarokat, akár magyarországi magyarokat, hanem Európát, ugye ahogy van, és Európa jövőjét is, tehát nagyon izgalmas ebből a szempontból is gondolkodni ezekről az előadásokról, hogy azért a többségükben benne van ez a fajta gondolkodás, hogy hogyan tovább, mi lesz velünk. Az öt résztvevő színház nem csak az előadásaik bemutatására koncentrált. Minden estét beszélgetés zárt, Szűcs Katalin Ágnes kritikus vezetésével, műhely munkákat tartottak a technikai személyzetnek, és egy könyvbemutatóra is sor került. A Nagyváradi Magyar Színház történet 1950-1990 című tanulmánykötet koncepciója nagyban eltér a megszokott színház történeti könyvekétől. Számomra nem volt teljesen tiszta, hogy szakmabelieknek, vagy inkább a nézőknek íródott ez a könyv. Természetesen azt reméljük, hogy mindenkinek, tehát hogy a szakmabeliek megtalálják benne azt a szakszerű nyelvezetet és megközelítést, ami a munkájukban segítheti őket. A nézők, vagy az átlag színházba járó laikus színház szerető érdeklődő számára pedig azt reméljük, hogy sok érdekességgel szolgálhat a könyv. Mondok egy példát rá, nézői visszaemlékezésekben jelenik meg az, hogy Csiki Ibolya 70-es éveknek a szexszimbóluma Nagyváradon. Tehát ez például azt gondolom, hogy ezek a kis részletek olyan visszaemlékezések, amelyek elsősorban az olvasó, a színház szerető számára fontosak. Különleges tulajdonképpen a könyvnek a módszertana is erről egy picit beszélne. A Filter módszertant Jákfalvi Magdolna, Kékes Ikon Árpád és Kis Gabriella színháztudósok alkották meg, találták ki, dolgozták ki. Mi is tőlük kaptuk, hogy úgy mondjam, vagy vettük át hozzájuk, csatlakozunk. Ennek a módszertannak az a lényege, hogy nem az intézményre koncentrál, nem a nagy személyiségekre koncentrál, mint általában a színháztörténet írás, a nálunk felé használt színháztörténet írás szokta, hanem a produkcióra, tehát ami konkrétan a színházművészetnek a központja. És ezt hat rögzített szempont szerint vizsgálja. Ez a hat szempont a színház kulturális kontextus, a szöveg, illetve dramaturgia, a rendezés, a színészi játék, a látvány és hangzás, és a hatástörténet. Ebből ez az első és utolsó szempontok azok, amelyek az igazán jellegzetesek a módszerre, tehát a kontextus és a hatástörténet. És apropó hatástörténet, hallhattuk, hogy a titkosszolgálati jelentésekből is szemezgettek a könyvben. Ez mi újat hoz, vagy mi máshoz, az mondjuk eddig eléggé szokatlan egy színház történeti könyvben, hogy titkosszolgálatokhoz is, vagy jelentésekhez nyúlnak? Hát a titkosszolgálati jelentésekkel az a helyzet, hogy vagy rendelkezésre állnak, vagy nem. Tehát nem, ugye egyrészt nem mindenkiről volt szerencsére követési dosszié. Másrészt a követési dossziéknak a vizsgálata az nálunk legalábbis még tényleg nagyon új a színháztörténeti kutatásban. Tehát nem is feltétlenül adja magát egy színháztörténész számára, hogy ezekkel foglalkozzon. Úgyhogy ne számítson az olvasó arra, hogy szekus dossziéknak az újraolvasásából áll ez a kötet, nagyon kevés esetben jelenik meg. Azonban olyanként fontos lehet, hogy megjelenik benne az a hivatalos álláspont, tehát a hatósági elvárás a színházművészettel szemben, amelyről egyébként ma már nagyon nehéz tényszerűen beszélni, inkább csak ilyen, mondjam úgy, városi legendákban tudunk fogalmazni róla. És komolyan, Zsé! Ez nem fér! Nem is akartam. Tudod, hogy tudom gondolkozni, amíg a kórházban voltál? Majdnem minden nap átélhettem, hogy meghalsz. Te többnyire komában voltál, úgyhogy fogalmat sincs róla, hogy milyen közel jár. Tényleg, mert hányszor kell még ezt hallani? Ugye, aki annyi idős, mint mi, annyi ideje együtt van, mint mi, annyi mindent átél, annyi mindent túlélt, mint mi, az nyugodtan nevén is nevezheti ezt az izét. Házasság. Nem sokkal a MAFEST elkezdés előtt a színház megkapta a kulturális érdemrend tiszti fokozatú kitüntetését. Lehet-e tudni, hogy pontosan mire kapta, vagy miért most kapta? Hát nagyon sok esemény van, ami talán közrejátszott. Én szerintem a Tensely Magyar Színház nagyon sok
olyan eseményt szervezett, olyan produkciója van, amelyel az élvonal, az ország élvonalába került, és ezért fölfigyelhettek ránk. De természetesen vannak apropók olyanok, mint a kulturális főváros, mint hogy a színház 70 éves évfordulója, és meg hát az a fajta hozzáállás, amit az elnök is hangsúlyozott az átadó ünnepségen, amellyel a magyar kultúrával hozzájárultunk a sokszínű kultúrához Romániában. Ne vízionáljt ennyi rémséget nekem, basszus! Magyar kultúra hetét ünnepeltük ezen a héten. Január 22-én volt a Magyar Kultúra napja. A fesztivál utolsó napján a színészek, a színházak Kála műsorral tisztelegtek a magyar kultúra előtt. Nem a hagyományos verses, zenés összeállítást láthatta a közönség, hanem egy kvíz műsort, mely a magyar kultúrának rengeteg szeletét villantotta fel. Az idei temesvári eurorégiós színházi találkozó, azaz a teszt, május 21 és 30-a között lesz.